közös fotó az első helyezettekkel. Idén a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 10 karakter nevű csapata nyerte a pályaorientációs kalandőrületet. A gyerekeknek közel 11 óra folyamatos munka után sikerült megoldaniuk a győzelemhez szükséges 13 kalandot. Először nagyon izgultunk, hogy hogy fog történni. Rengeteg feladat volt. Gyors megoldásnak, logikusnak és kreatívnak kellett lenni. Végül ez a legtöbbeknek sikerült is. Idén összesen 15 csapat nevezett a pályaorientációs kalandőrületre, közülük 14-en maradtak versenyben a nap végére. A gyerekeknek online megkapott, a szakmákkal foglalkozó feladatokat kellett megoldaniuk, az eredményeket pedig szintén interneten kellett visszaküldeniük. A beküldött megoldásokat a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vályi Péter szakképzőiskolában kialakított operátori irodában ért a nap során a zsűri. Erős volt, mint mindig az idei mezőny is. Ugye a tavalyi iskolák is játszottak idén, tehát azok mindenképp újra neveztek, akik tavaly játszottak. Ez nekünk egy jó visszajelzés, pozitív visszajelzés, ezek szerint jól éreztük magunkat. Illetve újabb iskolák is bekapcsolódtak a játékba, és még mindig bízunk benne, hogy jövőre még inkább bővíthetjük a játszócsapatok körét. A verseny főtámogatója idén is a Tolnáért Közhasznú Nonprofit Kft. Volt. Varga Stadler Gábor, a vállalat ügyvezetője azt mondja, a pályaorientációs kalandőrület tavalyi sikere után nem is volt kérdés, hogy a programot idén is megszervezik. Ez a csapat nagyon jól együttműködik, nagyon jól élvezzük, amit csinálunk, terveztük is, hogy így fogjuk ezt csinálni. És hát elmondhatom, hogy igazán tényleg jól sikerült, 15 csapat jelentkezett, 14 csapat zárta a versenyt, és a hangulat az meg kiváló volt, mindenki ezt erősítette meg ezen az ünnepségen a mai napon. A Tolna megyei önkormányzat elnöke a díjátadó után azt mondta, a hasonló programok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek megtanuljanak kitartóan dolgozni egy-egy biztos megélhetést jelentő szakma elsajátítása érdekében. Ez olyasmi, mint az iskolában az oktatás. Hogyha csak a munka van, akkor az száraznak tűnik, de amikor ilyen érdekes feladatokon keresztül ismerkedik meg az ember bizonyos tudással, akkor az sokkal könnyedebben emészthető, nagyobb örömet okoz, és valószínűleg jobb lesz a hozadéka is. A legjobb diákcsapat idén nagyértékű tableteket nyert, de nem csak az első három közösség munkáját ismerték el a szervezők, sokan ugyanis külön díjakat is kaptak.